A Jókai gimnáziumban kiemelten fontos, hogy a diákokat különböző programokkal segítsék a továbbtanulásban, a pályaválasztásban. Az oktatási intézmény már hosszú évek óta megrendezi pályaválasztási napját, melyet már a törvény is előír. November 15-én egyetemek, HR szakemberek tájékoztatóit és a legkülönbözőbb szakmák képviselőinek előadásait hallgathatták meg a tanulók. 64 előadás, 34 féle szakma vagy ágazat jelenik most meg. Nem tudunk minden diáknak eleget tenni, egy felmérés alapján válogattuk, de lehetetlenség, fizikai képtelenség. Én úgy gondolom, hogy ez a 64 azért nagyon sok diáknak kielégítő lesz majd, hogy tudjon választani, vagy valamilyen úton elindul. Volt már rá precedens, hogy beültek diákok egy-egy előadásra, és azt mondták, hogy szerették volna meghallgatni, nagyon jó volt, de mégse ezt akarják csinálni. Tehát néha kiderül az is, hogy na, ez nem leszek. Úgyhogy ilyen szempontból is jó, de nagyon soknak tényleg pozitív segítséget ad ez a nap. Vegyészmérnök, óvónő, logopédus, orvos. Idén is széles repertoárból választhattak a diákok. Kántor Balázs, az iskola volt tanulója, is előadást tartott. Jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója, mechatronikai mérnöknek készül. Mindig is jobban érdekeltek a reáltantárgyak. Apukám már kiskoromban megismertetett az informatikával, mert villamosmérnök és ilyen rendszergazdaként dolgozik. A mechatronikára azért mentem, mert itt egyszerre tanuljuk a gépészetet, az informatikát és a számítógépes irányításnak még a különböző elemeit. Ezzel mindent integrál egy az egybe azt, amit szeretek, és ezért jó tanulni, és ezért is választottam ezt. Balázs nemrég 5. helyezést ért el egy nívós világversenyen a csapatával. Ez a World Robot Olympiad, itt a világ minden tájáról érkeznek csapatok, hogy egy helyen mérjék össze a tudásukat. Ugyanaz a feladat van mindenhol, ugyanazt a egy feladatra kellett elkészíteni a robotot. Nekünk egy okos üvegházat kellett gondozni, viszonylag leegyszerűsített kis fakockákat kellett más fakockákra rápakolni. A versenyre már régóta készültünk, idén januárban kiadták a feladatot, és azóta szinte folyamatosan dolgozhatunk apránként a roboton, és az utolsó időszakban pedig nagyon-nagyon sokat fektettünk bele. A diákok jónak tartják, hogy az iskola pályaválasztási napot biztosít számukra. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség, hogy itt helyben a gimnáziumban kapunk információkat az egyetemekről. Én még 9-es vagyok, tehát még fogalmam sincs, hogy mit fogok csinálni, de az angol nagyon érdekel, úgyhogy biztosan olyanra megyek, ahol megtalálom az angol nyelvet. És szerintem nagyon jó, hogy érthetően, közvetlenül magyaráznak nekünk, és ha van bármi kérdésünk, nagyon szívesen segítenek nekünk. Szerintem nagyon jó dolog, hogy a diákok meg tudják tapasztalni a továbbtanulási lehetőségeiket. Mi is például most voltunk hárman a tatabányai továbbtanulási kiállításon. Igazából sokan jöttek, de az a benyomás, hogy nagyon sokan már tudják, hogy hova szeretnének menni. De mégis egyébként lehet tök jól úgymond toborozni embereket, hogy jöjjenek a Jókaiba. Én nagyon szeretek ide járni, teljesen jó a közösség, igazából tanárokat nagyon szeretem, mindenkit, aki tanít engem. És ennek is nagyon örülök, hogy most például van itt az iskolában egy ilyen úgymond pályaválasztási nap, mivel tényleg úgymond vagy volt jókaisoktól, vagy tényleg nagyon jó szakemberektől tudhatunk meg új információkat bizonyos foglalkozásokról, munkákról. Az előadások mellett két külső helyszínre, a bíróságra és egy szállodába is ellátogathattak a diákok.